Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, gyerekek! Hú, ez a héten nem volt még live, ami egy nagyon furcsa dolog. Bár lehet, hogy a hét elején volt, vagy az még a hétvégén volt. Na mindegy, a lényeg az, hogy most van live, méghozzá GTA megint csak versenyzés következik, plusz új pályákkal. Közben jöttek követés, nem követés, bocsánat, jött 100 bit, Mr. Gyarmatitól. Aki azt írja, hogy sajnos nem tudom most nézni. Nem baj. Nagyon szépen köszönöm, majd visszanézed utólag. Ja. Na, skacok. Remélem, hogy minden hang stimmel, meg mit tudom én. Készítsétek a játékot, ízítsátok be. Gyors csinálok most egy playlistet, viszont köszönöm a követést Roli 30020-nak. Szóval gyorsan csinálok egy playlistet, hogy beleteszek pár pályát. És akkor most ezeken fogunk menni. Na tehát. Igen, add stunt race. Igen, és akkor hol van az én sajátom? Azt, az itt nem itt lesz? Na várjál, most ezt nem vágom. My Boo Market playlist. Nem, várjál már. Ja nem. Várjátok, hogy kell hozadni a playlisthez? Én most hülye vagyok. Saját pályákat. Create. Add your job. Aha. Na, ezt nem csináltam még. Így is van. Szóval akkor kell egy Need for Speed Remix, ezzel indítunk. Akkor legyen egy traktoros verseny. Igen. Shady Tree Circuit. Úristen, gyerekek. Te jó ég. Ezek ilyen régebbi pályák, amiket csináltam, de ezek nem annyira jók. Na, legyen akkor még ez. The first attempt. Igen, és akkor elvileg add bookmarket job, ez is kell nekem még. Ó, Macsika is itt van, Misi is itt van, Balú, Endre YouTube, gyerekek, egy csomó ismerős arc megint. Na igen, és akkor, na most az a baj, hogy nem vágom annak a pályának a nevét, illetve az egyiket, azt igen, ez a Highway to Hell, ezt Pinky csinálta. Ő is most elkezdett ezekbe a pályakészítéses dolgokba egy nagyon belerázódni, úgyhogy csinált három pályát. Ezek közül ez az első, de jó lett egyébként, tényleg tök jó lett. Viszont az a baj, hogy a másik kettő az nincs hozzáadva, illetve... Nem, az a baj, hogy nem emlékszek, mi volt a neve. Azoknak. Na mindegy. Viszont... Formel GT Vespucci, nem ez kell nekem. Spa-Francorchamps. Igen. Silverstone, igen, ezek ilyen régebbi pályák, amiket én még hozzáadogattam, aztán annyira nem váltak be igazából, de itt még kéne lennie olyan pályának. Aha, ez a BLK River Race. Igen, ez jó pálya volt. És akkor volt itt még ez a másik BLK-s pálya. Itt is vannak, aha. Ez most melyik? Sprint to the Island. Ezek, nem, most nem vágom, ezek melyikek. Jó, mindegy, ez menjen még. És akkor egyelőre ennyi pálya, aztán majd meglátjuk még, srácok. Jó, itt van Lemax is, Hellóka, Jazz is itt van, Kecske GTA. Gyerekek, egy csomó ismerős arc is, illetve jött még egy követés Pallas D69-től. Na, jó van. Akkor skacok, ennyi lesz. Ne, el kéne menteni. Save playlist. Igen, legyen mondjuk az a neve, hogy nem. Remixes, cuccos, múccos. Az nem fér ki. Akkor csak cuccos. Jó. Jó. Na, skacok, ez megvan, és akkor a playlist. My playlist. És akkor itt van. Amit betölti. Ez az. Csabi, nézve mit írtam, fontos. Jó, mindjárt megnézem, csak először megint velem az emberkéket. De hogyha tényleg annyira fontos, akkor ezt ne a live chatbe írd be. Jaj, ne! Gyerekek, ez nem jó. Van közt egy 8 férőjes pálya. Emiatt összes csak 8... Jaj, ez így nem jó. Majdok, ezt át kell szerkeszteni. Ez így nem lesz jó. Na szóval, hogyha annyira fontos, akkor ezt e-mailbe írd le nekem, légy szíves, jó? Mert a fontos dolgokat nem chatbe írjuk, hiszen nem mindig tudok figyelni. Úgyhogy ja.
Na szóval My Playlist, és akkor ezt kéne át alakítani valahogy. Hogy tudom ezt szerkeszteni? Nem. Nem így. Create? Vagy hogy tudom ezt szerkeszteni? Hogy az Istenben tudom ezt szerkeszteni, gyerekek? Macsika, hogy tudom ezt szerkeszteni? Te itt vagy most, írd már nekem, légy szíves. Edit. Playlist. És hol van itt az edit? Vagy várjál. My playlist. Rámegyek ide. Ja, ott van edit. Aha, az a tab. Jó. Igen, és akkor ezek közül vajon melyik... Várjunk, ez 8 férőhelyes. Én ilyen hülye vagyok? Ez saját pályai gyerekek, és 8 férőhelyesen hagytam. Miért vagyok ilyen marharépa? Jó, ugye ezzel törlöm. Nem, ezzel törlöm. Ez 16, 30... Ó, a Highway to Hell pálya is a 16 férőhelyes. Pinky, ez így nem lesz jó. Jó, hát akkor srácok, ennyien leszünk. Nem hiszem, hogy 16-nál többen lennénk. Akkor ez most ennyi lesz. Jó, és akkor most már tényleg save. Jó, és akkor elvileg el van mentve, ugye? Nem. Ja, most. Igen. Király. Szia, Lacorka, neked is. Jó, és akkor most újra. Online jobs. Play job. Nem. Playlist, már megint buta vagyok. My playlist, és akkor itt van, ez kell. Úgy. Na. Number of laps. Na most ebből egy kör lesz. Ez nem kell. És nem szuperekkel megyünk, hanem megyünk... Mivel menjünk? Menjünk sportklasszikkal, én azt mondom. És akkor, skacok, mennek az invek. Hát most csak 16 férőhely ugyebár. Amiatt a pálya miatt. Crewmembereket is inveltem, és akkor megnézem, mit írtál. Ki is írta? Skype on the Hun. Örgetek vissza. Nem látok semmit, mert nem tudok följebb görgetni. Amúgy Atis Attila, a chat szabályzatot pedig meg tudod nézni a live-om alatt. Az egyik panelnél le van írva. Ja, ez volna a fontos, amit írtál? Hogy nem jutsz szobába, és nem tudsz betölteni? Hát most ezzel nem tudok mit csinálni. Hát most ezt nekem hiába mondod, nekem ez nem fontos, hát most... Ezzel nem tudok mit kezdeni. Na, ennyi leszünk, gyerekek. Azért megnézem a friend listet még egyszer. Macsika. Te még töltesz, Macsika, vagy mi van? Jó, crew members. Balázs. Crowship. Akkor egyesével mindenkit meginvelek, mert úgy látszik, hogy nem akar megint ki menni az invite. Neked nem érkezett inv. Hát figyelj. Billentyűzet 200. Az minév? Már most komolyan. Jó, gyerekek, ennyien vagytok a crewban, legalábbis a Rockstar szerint, úgyhogy ők titeket meg tudtalak hívni, más nem tudok meghívni. Jó, Macsika is itt van. Richard a hódító, vagy Richard. Hello mindenki, mikor kezdődött a live? Most. Ezelőtt 10 perccel. Úgyhogy semmiről nem maradtál le, mert mi csak most mondjuk, most visszük ki az első versenyt. Na jön Dominik is. Gyerekek, mindenki, akinek van PC-je és belép a crewba, aminek a linkjét szintén a live alatt találjátok az egyik panelnél, oda bejoinoltok, akkor tudtok ti is jönni. De akinek, mit tudom én, konzolon van, az sajnos nem tud csatlakozni, mert nem cross-platformos a játék. Úgyhogy ja. Na jó, gyerekek, ennyien leszünk?
VMI Productions, akkor csináld azt, hogy kilépsz a crewból, vársz egy kicsit, mondjuk 5 percet, és visszalépsz a crewba. Van, akinek ez segített. Hát, neked is segít. Jó. Megvárunk el, Max? Hát figyelj, mennyi idő, mire te betöltesz. Ha megírod nekem, akkor oké. Okay. De lehet, hogy most már inkább nem várunk semmit, hanem játszunk, mert már így is 10 perce megy a live, és semmi nem történt. Még. Jó, skacok, mindenki azzal a kocsival jön egyébként, amivel akar. Custom az ugye nincsen, viszont annyi kérdésem, hogy próbáljátok meg a kanyarokba fékezni. Ha látjátok, hogy előttetek torlódás van, akkor nem belehajtani, meg ilyesmi. Úgyhogy, ja. Ezekre figyeljetek, jó? Jöhet az inv. Jó, megy az inv. Ott is. Nem látlak fönt. De várjál, megpróbálom így. Vagy a friendeknél lehetsz esetleg, Lemax? Nem, ott nem vagy. Hát akkor nem tudlak meghívni. Még egyszer crew members, itt a lista. Nem. Mondom, crew members. Ennyi, nem tudlak meghívni. Csatlakozz rá valakire, aki esetleg innen a barátod, és akkor úgy okés lesz. Hello Juhász Gergely, szia-szia! Milyen kunyizás volt? Na, vagy ezt visszanézem. Botigam. A következő ilyennél tényleg ban jár. Ne így próbálj magadnak követőket szerezni, és ne így. Csinálj live-okat, streameket, amik jók, amik az embereket megfogják, és akkor lesz követőd. De nem, ez nagyon bunkó dolog másnak a live-ja alatt kuncsorogni. Azzal semmit nem fogsz elérni. Maximum megutáltatod magad, szerintem azt te sem akarod. Na jó, gyerekek, ennyien vagyunk, Ikoli még csatlakozik. Egy iszagi korty vizet, azt akkor mehet a menet. Amit te írtál, ki írta? Lacorka. A sajnos custom pályáknál, amiket az ember csinál, nem lehet beállítani, hogy hanyas szinttől legyen elérhető. Szerettem a Need for Speed-en is beállítani, hogy mit tudom én, hanyas szinttől lehessen csatlakozni, de nem lehet. Custom pályáknál nem, ez csak a Rockstar pályáin lehet. Tehát a Rockstar tudja ezt csak megcsinálni. Igen, a viszkit mi? Utálom a viszkit. Na jó, gyerekek, ennyien vagyunk, ennyien megyünk, kész. Aki most lemaradt, az majd jön később. Tóth András, látjuk, amit írsz. Jó, oké, akkor ennyi megyünk, gyerekek, mondom, próbálj nem lődösödni, jó? Ez az egy kérésem van. Én pedig a telefonomat lenémítom, mert nem akarom, hogy bepittyegjen itten nekem. No. Akkor. Melyiket szeressük, gyerekek? Hát szerintem ez ennél maradok. És ezúttal tűzpiros lesz. Oké, én kész vagyok. Úgy látszik, hogy csak egyedül én vagyok kész, lol. Pá-pá-pá-pá-pá-pám. No. Ja, amúgy Lacorka, megjött az a... amit küldtél nekem DC-n privátba, de nem néztem még meg. Nem volt rá idő. Na gyerekek. Kár, hogy jelent az eső. Francba. Na go. Egykörös verseny, mert ugye hosszú pálya, nagyon hosszú pálya. Aki nem ismerné, annak mondom. Tehát teljesen körbe megy a pályán, a teljes mapon. Ó,
Ez az. Most végre sikerült fölmenni a checkpointot is. Nem mentem el mellette. Az szép volt! Macsik azt... Kicsit gyors volt a tempó. Én tudtam, hogy be akarod benni full gázzal, de az ott azért elég macerás ezzel a kategóriával. Az ott szép volt, Misi. Micsoda piruett volt, láttátok? Macsika is látom pördül ott a háttérben. Mindjárt föl is robban. Szia, Lacorka! Az az unikorn is még mindig félelmetes. Kati anyu, az az unikorn is, az már a védjegyemmé vált. Tehát most már, ha múlkor lecseréltem, de a DC-n mindenki föl volt háborodva, vagy hogy mertem, meg hogy azonnal tegyem vissza az unikorn is, mert az úgy már nem én vagyok. Úgyhogy megint csak unikorn is lett belőle. Szóval ennyire hozzám nőtt. Egyébként érdekes, hogy ezt a pályát, ezt a múlkori live-ban is elmondtam. Nem a múlkoriban, hanem az előttiben, amikor egyedül játszottam szintén. Szóval ezt úgy szoktuk játszani, így haverok, hogy összeülünk DC-n, mit tudom én, 4-5-en, kiválasztunk egy autó kategóriát, azon belül egyetlen egyfajta autót, mindenki azzal megy, nincsen custom, és lögdösödbe játszunk. Tehát az elsőt, azt mindig kilöghetjük. Mi mindig így játszunk, és baromi jókat szoktunk röhögni egyébként rajta. Ajjajjaj, ez most így nem jó. Nak, kurva jó. A legrosszabb helyen mentem ki a pályáról. De nem baj. A hosszú versenyet még semmi sincsen eldőlve. Most merre mentek? Valamerre. Azaz. Na csak átjöttek ők is, jó van. Jó, Benjamin, adja nekem a szelet. Na azt mondja, Macsika 10 másodperce van, hát ez igazából most soknak tűnik, de valójában egyáltalán nem az. Aja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 j
de milyen jól néz ki megint. Na, szóval a második lettem. Fasza. Mennyien vagyunk? Ó, 69 viewers. Gyerekek, 69. Még passzol is a játékhoz. Ha már 18 pluszos játék. Tudtam, tudtam! Neki mentem a kazán ajtónak. Megint. Bohazd meg! Isten, milyen lámát, hát mi van velem? Aki most ott a live-ban, annak üdv, gyerekek, senki semmiről nem marad le. Ez a live-ban lévő legelső verseny, szóval akinek van GTA-ja, be tud csatlakozni, már feltéve a PC-s, és nem konzolos. Annyi, hogy lépjetek be a crew-ba, a Csap fan crew-ba. Live alatt van a panelje. Na, azt mondja. Macska tényleg jól elhúzottak kell. Milyen kocsival van ő? És azt nem vágom. A fene egye meg! Ah! De Milán YouTube hun. Mi a probléma? Hát 1.36-tal vagy lemaradva? Láttam, amit írtál. Hát de hogy tudtál ennyire lemaradni? Az azért elég durva. Ennyi idő alatt. A csír be vannak kapcsolva. Igen, lehet csíreket küldeni. Jaj! Jaj! Na Benjamin, ez most lehet, hogy meglöptelek, de én igazából elmentem mellette, csak ez az a te nézetedből nem így nézett ki, de sorry. De hát nem tudtalak már kikerülni ott. Ötödik hely. Viszont közelítünk Macsikához mindannyian. Igen, egyébként látom, hogy jönnek a követések, meg látom, hogy jönnek a csírek, gyerekek, majd verseny végeztével szépen egyesével felsorolom őket.
Igen, és itt kéne valahogy megoldani ezt a jó kis trükköt, ha sikerül. Áj, nem úgy jött össze, a fenébe. Na mindegy, legalább nem robbantam föl. Viszont ugyanúgy ötödik helyen vagyok, az nagyon nem jó. Be van kapcsolva a ketchup? Igen, tudom. Adam present. Tudom, hogy be van kapcsolva. Miért írtad be? Hogy baj? Aj, na! Közben jött ismét beat, illetve cheer. Mindjárt mondom be, beolvasom a verseny után is, kacak. De nagyon béna vagyok! Á, kaptam a szélárnyékot, de sokkal gyorsabban elhúzott mellőlem. És már nincs szélárnyék. Viszont macsika nagyon visszaesett. 6 másodperce van előttem az első, aki lacorka. Hát gyerekek, ebben még bármi is lehet. És csak 48. checkpointnál tartunk most. Ezt szétpukkasztjuk. Teof már, hogy kell elsődlegesíteni a... Hát ezt neked meg nem mondom. Nem tudom. Valószínűleg a profilodnál ott be kell lépni, meg kell nézni, milyen crewba vagy. És vagy milyen krúgban vagy, és akkor ott kell valahol kiválasztani. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Nem foglalkoztam még ezzel a részével. Magam részéről. Az ott mi? Az ott megcsúszott. Benjamin. Fék, 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 fék. Oké, besorolok. Misikém, remélem nem úgy fogsz játszani, mint tegnap este. Ó, gyerekek, ebben még bármi lehet. Főleg, ha megcsúszok! Jó, ott a második hely is, előttem már csak macsi van. Egyelőre. Aztán mindjárt változik, ahogy látom. Ajajajajaj, elcsesztem. Jó, oké. Itt van macsi előttem, egész közel, macsika. Meg lesz fogva a segged, egóhajó. Este úgy baromira vakítanak ezek a villogó fénylőizek. Na! Hát de... Öcsém! Ki más, gyerekek? Nem mondok semmit. Beszarok. Na mindegy. És neki megyek. A fene egye meg. Hopp, sorry, 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 sorry Benjamin. Nem jó. Ne dudálj, lacorka. Már sok baj van a fejeden. Úristen, megint 10 másodperc, és megint macsika vezet. Ááá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 á gyerekek. Ez az. Ez az, már csak 5 másodperc macsika. Hú, hát ha kiszerencsém lesz, akkor most még lehetek első is akár. Mert ez még az a távolság ezen a ponton, ami behozható. Csak az kéne szélenék is még valakitől. Vagy már nem hozható be?
Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy elnéztem. Nem. Vagy igen, nem tudom, ott vannak többiek, közelítek, de ez így... És Macsika visszacsúszott, ott van előttem. Gyerünk, na ott mi lesz? Nem. A francba is. Nem kaptam már elég szélárnyékot, nem voltam közel hozzá. Milán YouTube pedig a fanne se tudja, hogy hol jár. Ja, hogy itt van. Aha, igen, Milán YouTube, te olyan szinten lagolsz, most már értem, miért vagy annyira hátul, tehát olyan szinten lagolsz, hogy folyamatosan visszadobál a játék téged. És ahogy elnézem, ez nem netlag, ez a, egyszerűen gyenge a gépet hozzá. Ez tipikusan az, amikor gondolom neked megáll a kép. Igaz? Majd írd le, légy szíves, Milán YouTube-kúna. Mert ilyen nekem is volt. Mindig megállt a kép, és így, amíg nekem a játék állt, ugye addig a többiek pedig előre húztak, és a végén összeadódott az a sok megakadás. Igen, hát akkor ez viszont processzor lesz valószínűleg, vagy memória. Nekem 8 gigával is ugyanezt csinálta, még a régi processzorommal, viszont mióta ez az új gép megvan, semmilyen problémám nem volt, még egyszer sem, egyetlen beakadás nem volt. Ennyi idő alatt sem, de még live közben se. Ez sajnos a gyenge gépnek a hátránya. Átérzem, tudom milyen rossz. Az a baj, hogy ilyenkor a versenyekben szinte esélytelen vagy. Neked ilyenkor olyannal kell játszani egyébként, olyan játékkal, ami nem ilyen nagy területen van, hanem egyetlen területen, amit egyszer betölt a játékod, és aztán tudsz rajta menni. Például ilyen a sumo, vagy ilyen a hogy hívják? Az a dárcos játék, amikor ugye be kell ugratni a kocsikkal, ejtőernyővel, az is olyan, szóval minden, ami kis területen játszódik, az neked játszható, de a versenyek azok sajnos ilyenek. Na szóval, közben itt a következő, a Race on the Farm. Na gyerekek, ez is, itt viszont annyi kérésem van, traktor mindenki, jó, még egyszer. Traktor. Jó, még tovább haladnánk. Várjál már. Ne. Most ez nem tudom. Jó, mindegy, gyors, mennek még invek. My friend, crew members, és akkor gyorsan Biting Fox küldött 9 bitet. Csabbi, vigyázz a bokrokra, némelyikben vannak betonelemek. What? Rados XD, köszönöm a követést, Koponya 1-2-3-4-5, köszönöm a követést. Jocika 10-31, köszönöm a követést. Tóth András 12, 12 bitet küldött a következő szöveggel, sok wind kívánok, köszönöm szépen, Biting Fox 1 bit. Caba, too fast for Macsika? Ez a kérdés, és srácok, traktor, még egyszer. Szerintem tudja, hogy most valakit kihagytam. Gyors, még legörgetek. Pallas D69, köszönöm a követés, Sajtember, köszönöm a követés, Roli, téged már olvastalak. Totodrás 12 még küldött egy bitet, hello, jó játékot, köszönöm. És azt hiszem, hogy ez így most ennyi egyelőre. És remélem, hogy mindenki traktorolja is, kacok. Na go! Úgy tűnik, mindenki traktorral jött, jó van. Ajjajjajjajjaj, egy kis fékecske. SKR Chris 192-nek is köszönöm a követést. És itt van lámpaoszlop, gyerekek, erre figyeljetek. A gyorsító előtt. Na, ez így nem lesz jó. Úgy tudjuk, hogy mindenki traktorra jön. Gyerekek, király! Jó a mezőn, jó kis traktoros verseny. Misi! Engedj be itt a fánál le! Haló! Mondom! Na, azé. C
Szia Milánka! Hello! Te nem bősz játszani? Ezt a pályát nem ismered. Nem áll, ez a saját pályám. Jó kis traktoros verseny, jó kis parasztos-e. Ez itt nem lesz jó. Ez itt csúnya, ez itt... Ajja, ebből baj lesz, more! Aja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 j
Na ez így nagyon jó lesz, gyerekek! Gyerekek! Valaki mozduljon már! És persze, ki miatt akadunk el megint? Hát persze, hogy Misi miatt. Hát nem is te lennél! Na... Atya, úristen! Remek, nagyon jó. Hoppa, ez az! Na, engedjé. És macsika elhúzott, gyerekek? Amíg itt összetömörödünk, addig macsika elhúzott. Nem is értem, hogy tudtál ott átmenni a tömegen, macsi? Belementél a checkpointba és nyomtál egy F-et? Vagy mi volt? Mert olyan furcsán mentél ott. Tehát na mindegy. Miért velem? 220 felett a fejet elvesz. De hova megyek? Ja, 220 felett. 220 mm per óra maximum. Oj. Tudtam, hogy neki megyek, bassz meg. Kösz, Misi! A macskák elférnek a szűk helyeken is. Hát... Lehet. Ez az. Na, szép volt, Misi. Jaj. Hol van, macsi? 14 másodperc. Ajjajjajjajjaj. Ó, Husky Marci, hello. Igen. Ez az. Ezt szeretem, amikor így összejön. 12 másodperc macsika előnye. Ott megy. És ki a második? Misi. Aztán Csabi, Lacorka. Hát igen, ez egy picit más karakterisztikájú verseny. Mint mondjuk egy szuperautós. Na, hát ilyen ez. Jó, hát nagyon lemaradtak a többiek. Ott van macsika. Hogy? Milyen közel értem már hozzá? Halló. Halló. És ennyi. Igen, egyébként érdekes, hogy hiába traktor, meg minden, attól még ugyanúgy van nem szélárnyék, hanem ketchup, és még ezeket a lassú traktorokat is visszafogja, és még a lassú traktoroknál is érződik az, hogy mennyire vissza van fogva. És akkor baromi lassú és baromi idegesítő. Úgyhogy macsika most kb. Pont ezt éli át. Hát mindjárt utol is érem egyébként. Mondom én, oda néz! Hogy belassult? Ja, most írtál azért? Jó, oké. Nem kellett volna írni, hát macsi, tudom milyen ez. Most én leszek mindjárt abban a helyzetben. Aki most jött a live-ba, annak üdvözlet. Egyébként ez a pálya sokkal jobb lett így, mint az originál verziója. Mert így mindennel végigvihető, még a fűnyírókkal is. Annak ellenére, hogy azért az néhol meg tud akadni. De még azon is végigvihető. Nézd meg a csalót! Oké, macsika, akkor ezt itt nekem muszáj lesz majd kijavítanom. Jaj! Hát fölből ez a dobókockás pöcs! Menj már előre fele! Jaj, de nem szeretem az ilyesmit, és még Misi is utolér.
Hát beszarsz neki. Nézd meg, nézd meg. Ezt nem hiszem. Jaj, jaj, jaj. Macsika nem csak, hanem felhívta a figyelmedet a hibára. Jó van, akkor így is föl lehet fogni. De azért ma megkapja tőlem a DC-n, ne félj, a fejmosást. De amúgy tényleg igazából nem rossz, hogy ezt is láttam. Mert erre nem is gondoltam, hogy esetleg úgy is lehetne menni. Pedig hát... Oda néz! És itt van az előny. Visszaszereztem úgy, hogy Misi elrontotta. És én meg elfértem. Pont elfértem ott a... kis házikóban. Az Isten itt... Az az, amikor itt nekimész, akkor nem tudsz vele mit csinálni, mert akkor muszáj tollatni, mert ezzel... ezzel nem tudsz másképp onnan kijönni. Nem... Hiába a hátsó nagy kerék nem tolja előre a kocsit. Úgyhogy kicsúszál onnan. És Macsika elkúrta. Hát akkor gyerekek, ebből még bármi is lehet. Hopp, ráesek Macsira? Nem! Elé esek! Osz! És Macsi! Elrontotta! Akkor viszont már ennyi. Itt már nem fog utolérni. Hú, ezt nem hittem volna. Ezt nem hittem volna. Olyan esélytelennek tűnt egyébként. És ismét jött Beat, mindjárt elolvasom őket, mert kettő is jött, ahogy látom. Igen. Szóval, Tóth András 12-13 bitet küldtél, én lehetek gyerek 21 évesen? Nem, ezt a kérdést nem értem, de ha belül annak érzed magad, akkor örülj neki. Én is annak érzem magam. Biting Fox 265 küldött 5 bitet. Jézusom, ez a sebesség már szédülök, ugye? Látod, hogy bedöltem a kanyarba? Kétszer is? Egyszer még fejre is álltam. Milyen mákos pitte, Macsika, te hibádból nyertem. Ez nem az én mákom, hanem a te bénaságod. Azt mondja, mákos pitte. Inkább az a név kéne neked, Macsika, hogy Csacsika. Csacsika 44. Sőt, Csacsika 22. Lobog Csabi sörénye. Azaz, ahogy vágtázok előre. Kit nézünk most igazából? Lemaxot. Hát... Jó, mákos sütit megenném. Én nem vagyok a mákos sütik után. Szeretem a mákot, de inkább a... mi az? Mákos gubát, jó sok mézzel. Jaj, de szeretem. Olyan fos a hitbox attraktornak. Amúgy igen, Ikoli, teljesen jól mondod. Tényleg nagyon szar. Igen. Nagyon el kell kerülni az ilyen, hogy éppen csak elférnék dolgokat, mert nem fogsz elférni. Na, gyerekek. És akkor ezzel a playlisttel elvileg én vettem át a első helyet. Mert ugye Macsika az előbb nem első. Vagy első volt Macsika az előző verseny? Most nem is tudom. Most nem tudom hirtelen. Köszi a lájkokat, srácok! Hát Misi majdnem első. Gyerekek, enter, please, hogy haladjon a playlist, jó? Enter. Na nézzük. Azt mondja, nem, Macsika vezet még 4 ponttal előttem. Akkor az első csak ő nyerte. Azt hiszem. Na nézzük. A chatet. Unikon is, hogy pózolt a traktorral, ugye? Na, ez melyik? Ez a Highway to Hell. Na ezt megyünk most, skacok, megyünk most kompaktokkal. Ezen a pályán nem mentünk még kompaktokkal. És 2 kör elég, mert ugyan hosszú verseny, de ha 2 kört megyünk, akkor kb. Olyan hosszú lesz, mint a Need for Speed. Főleg ezzel a kategóriával, úgyhogy ez kompakt, az nagyon csúszik. Igen? Nem baj. Akkor nagyon csúszik. Jó, mennek az invek.
Hát on túl sok idő nincs. Friend inv, my crew, members inv, de még egyesével is meghívok mindenkit. Kini Balu 100. Bár nem tudom, hogy ti nézitek-e vagy sem. Milán YouTube. Bár ti itt vagytok, nem? Nem tudom. Friendek közül kik vannak fönt? Hát csak ti hárman. Jó, akkor viszont ennyien leszünk, gyerekek. Indul is a játék. Mighty Fox még 5 bit. A beton bokrok olyan bokrok, amik meg tudják állítani a kocsid. Különböző olyan, mint a kaktuszok, amelyeket ütögetve fém hangja van. Igen. Az összes autó, ami felrobbant, beépül az anya természetbe. Az igen. Jó megmondtad. Na, én ezzel megyek. Viszont most ezúttal a szürke ez jól néz ki, de én most lila leszek megint. Köszönöm a követést a harcsajónak. Na. Én nekem, hogy Highway to Hell, hát most inkább nem. Ismerem amúgy. Na, van mellettem egy borz. Ami egy mosó maci, de borz. Mindegy. Hát ahogy elnézem, szinte mindenki ezzel a kocsival jött. Hát valaki Rhapsody-val jött, azt láttam. Az se rossz kocsi igazából, de azért ez a legjobb. Szerintem. Meg ott látok még másfél autókat is. Hú, gyerekek. Na, ez nektek teljesen új pálya lesz. Ez Pinky csinálta, Day-Day, ha jól, aki jobban ismeri, haverom, jó barátom pontosabban. És egy egész jó kis pálya. Ajjajjajjajj, bocs. És kicsúszott miattam? Benyami, ne haragudj! Vagy nem? Jön, jó van. Nem maradt le annyira. Misi, ezt tényleg nem hiszem el. Hát tényleg, ezt nem hiszem el, öregem. Na most meg a másik. Gyerekek, tényleg. Ennyire kancsinak lenni? Hát beszarok. Most majdnem utolsó helyen vagyok. Közben a csetet nézzem, bakker! Egy picit nekem, mint a szagadna a játék. Kevés FPS-nek tűnik. Nem tudom, a furcsa. Nem baj, itt vannak a többiek végre. Ez az. Ajja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 jj
Igen. Ú, bakker, Macsi 18 másodperc, nagyon el van húzva. Úgy látszik azért mindenki hibázik. Igen, mondjuk a pályát ugye meg kell ismerni, ezt a pályát nagyon meg kell ismerni. Nem csak annyira egyenes, mint a Need for Speed. Ajjajjaj. Szóval ezt meg kell ismerni, hogy nekem annyi előnyöm, mert Macsinak is van, hogy a pályát ismerjük. Meg Misinek. Ez így nem lesz jó. Az ott mi volt? Mögöttem is van egy kocsi. Bakke! Az Isten itt neki. Na ide kéne valami palánk, ami megfogja az autókat, hogy ne csúszunk oda ki, mert ezt mindig megszívom, főleg amikor ilyen nagy szélárnyék is van. Igen, na itt jön a kis vagonos rész. Ez az, ez most jó volt. Igen, és akkor erre, fassa. Jó. Hetedik hely, Macsika 26 másodperc, mögötte Domcsi 23. Hát remek.
Ez egy necces, nagyon necces lesz, kacok. Az első hely. Ne haragudj, és én baszom el! Mondjuk inkább én, mint ő, én miattam. Ó, itt van Bari is. Szia, Bari! Látom, hazaértél a hétvégi nyaralásból, vagy miből. Rokonnyi látogatásból. Remélem, jól érezted magad. Ez a kocsi nagyon furcsa erre a pályára egyébként. Hiába gyors, de olyan... Nem tudom. Olyan instabilnak érzem néha. Mondom, nézzétek meg. Hát szinte bedül a izék kanyarom, mint Tom és Jerryből. Tom. Amikor Jerryt üldözi. Na, ő jól elcseszte. Ó, hát mondom, hogy csúszik. De macsika még mindig 26 másodperc. Gyerekek, hát mi van? Igen, talán nem volt a legjobb választás a gyorsasága miatt sem. Mert mármint úgy értem, hogy hiába gyors, nagyon instabil. Na gyerekek. Barikám, csatlakozol a játékba? Következő versenybe? Playlistet játszunk. Ami max 16 férőhelyes. Itt van Csettike, hello Csettike. Jaj, ne, még erre kell menni, itten kevertem a kanyarokat. Ah, majdnem neki mentem. Macsi 27, még messzebb van, mint eddig bármikor. Hajjajjajjajjajjajjajjajj. Köszönöm a hosztot, Csettike. Darklord 10-nek pedig köszönöm szépen a követést. Amúgy aki esetleg engem nem ismer, kacok, annak honnan van három darab YouTube csatornám is. Van a Csabinyó 76, van a Csab and Vlog, illetve van a Csab Ark csatorna, ez utóbbira szoktam föltölteni ezeket a live-okat. Általában másnap vagy két nap múlva, attól függ, hogy ha elfelejtem, akkor van hogy három nap múlva, szóval igen. Azokat is kövessétek be, légy szíves. És akkor ott még plusz tartalmak is vannak. Igen, Bari, neked szólt. Hát te voltál oda át tesódétnál vagy hol. Nem? Na mindegy. Ó, valakit utolértem. Max Payne. És macsik. Na, gyerekek, behoztam az előnyömet. Itt valami történhetett, hogy ennyivel közelebb kerültem hozzájuk. Több mint 10 másodpercet faragtam a hátrányaimból. Ez az, ezt már szeretem. Sebesség. Negyedik hely. És mi csak az első kör végéhez fogok érkezni, szóval... Hát ebben még bármi lehet, gyerekek. Bármi. Nem bántalak én téged, Bari. Nem bántalak én téged. De remélem jól érezted magad hétvégén ott. Nem bántunk, megnyírunk. Ja, főleg most, hogy jön a, úgyis jön a nyár. Meleg lenne az a bunda. És ott a harmadik hely, és ott van az első kettő előttem, gyerekek! Hújjújjújjújjúj! Mögöttem van Max Payne, Lacolka, jól elcseszted ottan. Milán, neked nagyon rossz így játszani. Macsika, te ott mit csináltál? Ajjajjajjajjaj, de csúszik! Na? Farönköt kikerüljük. Jó. És akkor Domcsi az első, gyerekek. Na ez szép lesz. Inkább fék. Úgy. Na egy kis izgalom. Macsika, laggolsz! Mi van veled? Laggol a játékod. Igen, macsika mindig megkerüli a izét, igazából jogos. Én mindig az egyszerűbbiket választom, ami lassabb.
jaj, de csúszik. Néha olyan nézek meg ezek a srácok, hogy ez még hihetetlen. Acsi! Na, aztán szép volt! Most Macsi, most megváltál direkt, vagy te is ennyire belassultál? Na mindegy, ne írj le, csak versenyez, majd elmondod. Gyerekek. Na ezen a részen, ez meg különösen izgalmas lesz. Főleg így! Főleg így! Jó az a pálya, srácok! Ó, barikám, látom, nagyon sokat írtál. Mindjárt megolvaslak. Csak most nem tudok, mint a kanyarban, olvasgatni. Ajaj. Ott van a lacorka, gyerekek. Egyre közelebb jönnek. Az a, hogy, tehát az a jó, nem is baj, hanem jó, hogy kapják a szélárnyékot, de nem tud közel kerülni, mert olyan kanyargós, hogy nem tud hol előzni. Na ez az. És ők meg jól lemaradtak. Na, itt kéne átugratni. Jó, ez a kis autóval könnyű átférni, szerencsére. Nagyon jó. Teljesen jó. Látszik, Macsika is megoldott a hiba nélkül. Ja, hogy még Pesten vagy? Akkor nem is fogsz tudni jönni. Jó, akkor nem szóltam. Azt hittem, hogy már hazaértél. Értem, értem. Mi hogy vagyunk? Én kérek szépen nagyon jól. Mondjuk fájt a fejem, amikor fölkeltem. Úgyhogy vettem be így a live előtt egy fél órával a gyógyszert. Most már jobb. Most már nem fáj a fejem. Igazából. Gyerekek. Nagyon nagy előnyöm van. Mi történik ott hátul? Á, fog vissza ketchup. Áj, nem jó. És az a kocsi meg úgy borul mindjárt meg. Mint a fene. Nem is kellett volna fékezni. Bakker. Na, srácok, még egyszer elmondom, mert nem nagyon volt eddig eredménye, hogy nyugodtan ti is csináltak ilyen custom pályákat GTA-ban. És ha azokat nekem elkülditek, pontosabban nem a pályát, mert ugye azt nem tudjátok, de a linkjét, akkor azt én hozzá fogom tudni adni bookmarkba, és tudok belőle csinálni videót. Tehát csináltunk egy ilyen GTA-s AVM-et, csak itt a GTA-n belül kell pályát csinálni. Szóval, aki érez késztetést, meg elég kreatívnak érzi magát hozzá, az nyugodtan csináljon pályát, és akkor abból is lehetne egy akár egy sorozat. Mit tudom, minden videóban két pályát bemutatok. És ha kell, akkor még értékelem is őket, vagy elmondom, mi a jó benne, mi a nem jó benne, mi kéne javítani, meg ilyesmi. Úgyhogy, ja. Jön Macsika, nagyon jön Macsika, nagyon jön Macsika. Igen, egy szélszerű bejön ide, mert itt van egy gyorsító. Á, Macsi, hova mész, gyere vissza. Tegyelek a tombolára. Tényleg lesz majd tombola, skacok. Úgyhogy majd a tombolát még ne kezdjétek el írni, mert nem fut a program, szóval tök fölöslegesen írnátok. De lesz majd, és... Macsi. És majd akkor lehet megint nyerni Steam kulcsot. Mikor például valaki megnyerte a Civilization... melyiket is? Nem a legújabbat, hanem az előtti. De most nem tudom, melyik a legújabb. Úgyhogy nem tudom, de mindig megnyerték, szóval vannak össze igencsak jó játékok is. Meg hát persze sok egyszerűbb. A gyerekek, ott jönnek a többiek. Mi Macsikával az a durva, hogy húzzuk egymást, de még így is kiad ránk a ketchup. Tehát még így is a többieknek van esélye minket utolérni, viszont ez így nem lesz jó. Nem fogunk elférni Macsival ennél a résznél. Mindegy, hát én megyek a gyorsítón, aztán majd meglátjuk. Ó, Macsi! Ez gyerekek, hát igen, ezt mondtam, tudtam, hogy ez lesz. És Max Payne, hú, Macsika, jó visszaestél a negyedik helyre. De hát ez ilyen versenybaleset volt, ezzel nem tudtunk mit csinálni. Nem fértünk el ketten, téged meg megdobott a felkiáltójeles tábla. Ez az.
esélye megvan, de Macsika már ott van, már most látszik, szóval még bőven van esélyenek is, akár elsőnek lenni, bár nem kéne, mert ő vezeti a listát, ugye a playlistnek a ranglistáját, vagy miért, tabelláját. Ez így nem, inkább fékezek. Itt a Macsika is megérkezett, nem. Gyerekek, ez most nagyon nagy a hajrá. Nagyon nagy itt a hajrá. Mert itt már mindjárt a pálya vége van, ez meg nekem jön hátulról. Fene, egye meg! És belakodok a rohadt ütközőbe. Macsika! Macsika előtt végeztem, jól van akkor! de jó volt a vége, gyerekek, ez nagyon izgi volt. Köszönöm szépen Bebe Zsombor, Christoph Best, Ricsike 018-nak a követés szintén. Üdv itt a Twitch-en nálam. Gyerekek, ez rohadt jó volt. A vége nagyon jó volt. Na Macsi, te ott megálltál végül? Ott, amikor összeütköztünk? A második körnek a elkezdése után? Hú, de jó volt az a vége, gyerekek. Na ez baromi. Megálltál. Jó, oké. Ó, Isten. Milánkám, drága Milán. Nagyon laggolsz. Nagyon laggol. Bakker, neked kéne legalább még egy 8 giga memória a gépedbe, az biztos. Mert ez annak a... De ne ott törd át, hát menj el mellette. Lol. Macsika állandóan tőled szívta meg. Igen? Nem baj, megérdemli. Ráfér. Bocsika, Macsika, Csabika lett a második. Gyerekek, most az van, hogy én is átváltok, mert egész egyszerűen ezt nagyon rossz nézni. Úgyhogy, tényleg. Na nézzük. Köszönöm a követést, Encike 100. Itt van Ikoli, gyerekek, de már csak 14 másodperc van, sőt már csak 10, nem fog beérni. Ikoli már nem ér be. Rapszódival jött, igen. A Rapszódi azt, hát, fene se tudja. Viszont srácok, megint esni fog az eső, hogy elnézem. Mert eléggé be van borulva a játékban, és a második hely megvan. Na. Megnyerte a borszfejű. És veszettem 1000 dolcsit. Már igen, magamra fogadtam, ugye? No, de se baj. Ez egy jó kis pálya egyébként. Nekem ez a pálya nagyon tetszik. Semmi gond, Milán. Neked mondom, hogy semmi gond. Akkor azt mondja, kopi borz. Igen, az. Lacorka, ezt senki se látta. Hiket valahogy takarjam majd. Ilyet nem szabad beírni. Hát igazából nem haragszok, most figyelj. Egyéni szociális kérdés az, hogy most kinek milyen pálya tetszik, meg milyen jellegű pálya tetszik. Ugye az enyém az teljesen más karakterisztikájú, az inkább gyorsabb, előzgetősebb, ez pedig inkább technikásabb. Ez a pálya. Szebb a táj. Hát, öcsém. Jó van akkor. Na, akkor a következő... Még kettő versenyben, ha jól számolom, azt hiszem 5-öt adtam hozzá. Meg nincs egóhajó. Na, majd mondom, hogy tegyem bele, jó? Egóhajót. Az amúgy a védjegyem, és minden pályán rajta lesz. Akár egós, akár nem. Macsika még mindig vezet, de már csak 2 ponttal. Ez még szoros. A harmadik Misi, aztán Lacorka és Dominik egy ponttal, egyféle ponttal, vagy ugyanolyan ponttal, Max Payne, Domcsi, Benjamin és a többiek. Szevasz Réka, hello! Ez 5 körös alapból? Na hát az 6,94 km, akkor legyen 3 kör, nem lesz custom. És Super Motorcycles, igazából itt mindent lehet választani, hogy látom. De most menjünk izomkocsikkal. Én azt mondom nektek.
Ja, menjünk izomautókkal. Ezt a pályát viszont nem én csináltam, nem is ismerős, ez egy régebbi pálya, valaki által készülve. Ez a BLK, ez minden pályáján ott van, és amúgy jó pályákat csinál a csávó, úgyhogy ja. És akkor hányan vagyunk? 15-en vagyunk, elvileg még egy ember fér. Úgyhogy én hívok. Nem. Ja nem, már nem tudok hívni senkit. Akkor mi van? Igen, Milán, te most töltögetsz. Hajaj. Igen, Milán joinol, bizony. Igen, hát lassú a gép. Ez egyértelmű. Na gyerekek, akkor amíg Milán joinol, addig én keresem a szót, hogy elmondjam. Addig kell nekem egy Nightbot. Ahogy hallottam, sikerült becsatlakoznia. Jó, akkor utána lesz. Hú, melyikkel menjünk, melyikkel menjünk? Megyek ezzel, gyerekek. És ebből is. A lilával. Jó, akkor viszont vissza. Ez, meg ez. Oké. Téged kidobott, Milán? Hát, nem tudok vele mit csinálni. Következő majd jössz. Hú, gyerekek, ezen a pályán nagyon régen nem voltam, most nem is vágom hirtelen melyik. Mert több ilyen pályája van a csávónak. De azt mondom, hogy jó pálya. Most már kezdem kapizsgálni. Ez a pálya egyébként teljesen olyan karakterisztikája, mint egy Forma 1-es pálya. Tehát nagyon sok olyan elem van benne, hogy leginkább arra emlékeztet. Ja. Jó kis klik, gyerekek, jó kis klik. Ez tök jó autó, főleg a tuningolt verziója. Van egy ilyenem ugye, arra csináltam tuning videót YouTube-ra. És az egyik legjobb, tehát tényleg ahhoz képest, hogy milyen kis szerencsétlenek néz ki, az egyik legjobb izomkategóriájú kocsi. Nagyon gyorsan megy tuningolva. Mondjuk így sem rossz egyébként. Na, tudtam. De tudtam. Ki más? Hát persze. Szia, Sáska! Ó, hellóka! Új, bakker, de nem emlékszek erre a pályára egyszerűen. Viszont nagyon jól meg van csinálva. Nagyon jól meg van csinálva, szerintem. Tehát logikusan van az egész felépítve. Acorka, mindjárt elkapom a grabancolat. Csecsek is autó-e? Ja. Bassza meg! Főleg az ajándék doboz verziója, ugye? A custom. Jaj. Jók ezek a kanyarok, gyerekek. Viszont nálam szaggat a live. Miért ilyen szaggatós az egész? Ti nem érzitek, hogy szaggatna a live? Nálam a játék is úgy szaggat. Nem értem. Valami nem stimmel, gyerekek. Valami nagyon nem stimmel. Első kör lesz? Vagy nem? Nem, ó, de hogy is van még 7 checkpoint hátra.
Ő hova megy? What? Vagy most kétfelé lehet menni? Igen, úgy tűnik, hogy kétfelé lehet menni. Ó. Na ez érdekes. Na ez érdekes. Ez érdekes. Na ezt nem is tudtam, nem is emlékeztem erre a megoldásra, hogy ezen a pályán ilyen lenne. De nem rossz végül is. Igen. Igen, és akkor ott lesz a második kör. Ú, basszus, és ebből három kör. És első vagyok. És a többiek? De baj, most akkor nem is értem. A többiek hogy tudtak rájönni ugyanerre a szakaszra? Na mindegy. Gyerekek, ez érdekes. Ez tök jó. Sehol senki, ott jönnek csak. Engem meg fog vissza a ketchup. Érzem. Á, itt nem is kellett volna fékezni. Na mindegy. Ez baromi jó kivonogoz az a pálya egyébként, nekem nagyon tetszik. Na ez az, most normális, ha sikerült ezt a kanyart bevenni. De nekik is az a baj. A visszafordító. És ki van mögöttem? Max Payne. Macsika viszont jól lemaradt. Neki nem fekszik ez a pálya. 12 másodperc. Olyan 13-mal van mögöttem. Ajaj. Jó, mondjuk még másfél kör van hátra igazából. Még ha le is előz, löknek. Hát gyerekek, próbáljátok figyelni egymásra, ezt direkt mondtam, ugye? Hogyha egy mód van rá... Na és ez az a pont, ahol nekem beszakadott a játékom. És most is érzem. Olyan, mintha ezen a pályán túl sok elem lenne letéve. Ilyet tapasztaltam amúgy a farmos pályán, a traktoroson. Ah! Szóval tapasztaltam ott is, hogyha túl sok elemet teszek le, akkor egy ponton belső nézetben egyszerűen szaggat a játék. De csak belső nézetben. Kívülről nem, és Max Payne úgy megelőz azzal a kocsival, mint a húzat. Ajjajjaj. Igen, mondjuk az egy gyorsabb autó. Nem az, hogy gyorsabb, de az is egy gyors autó. De most meg itt fogja visszafogni a ketchup. Na szóval, ő az előbb egyenesen ment. Én megyek balra, megint. Megyek balra, mert az előbb is így sikerült elsőnek lennem. Lehet, hogy ez valamivel rövidebb ez a szakasz, nem tudom. Kis hétekocsikázás, jön mögöttem valaki. Oké. Gyó lesz ez, gyerekek, jó ki van találva ez a pálya. Jó, hogy úgy vannak lehelyezve ezek az elemek, amit most is megyek, hogy itt teljesen belesimul az alap környezetbe, és emiatt olyan, mint hogy a gyári pálya lenne. Szóval tetszik, tetszik, teljesen jó. És akkor még egy kör van ezen kívül, és jelenleg elsőnek ír. Oké. Na, Milán YouTube Hun viszont visszacsatlakozott a játékba, nézőként. Igen, ez egy ilyen fullgázos rész egyébként. Igen, mondjuk egy szuperrel talán nem lenne az, de ezzel a kategóriával az. És itt jön az a rész, vagy nem itt jön? Vagy ezután jön az a rész, ahol nem is kell fékezni, és én fékeztem. Úgyhogy most nem fogok fékezni.
Jaja, itt. Ah, simán megy, full gázzal. És nem kerül közelebb hozzám, nem is értem. Baj most. Vagy nem? De közelít azért, nagyon lassan, de közelít. Ezzel a kocsival kifizetne élvezhető amúgy ez a pálya. És valakit le fog körözni, le Max. Ő az utolsó. Ja. Le fogom körözni. De lassan megyek, gyerekek. Ah, nagyon érezni. Le Max az nice volt. Az még szebb volt. Szegény Le Max. Gyerekek, ez nagyon jó az a rész. Ez nagyon jó az a rész. És itt van mögöttem Domcsi, és nem tud megelőzni, mert egyszerűen nincs... nincs... Na, jó van. És elkúrtam. Nem kicsit, nagyon. Viszont a többiek sehol. Macsika mögöttem van, de hát az elég nagy távolság, még az a 7 másodperc, mert most már biztos kevesebb. Á, Domcsi, most arra megyem erre. Én szoktam. Aha, hát hogy tanult már az én ötletemből, hát ha rövidebb a pálya tényleg. Na. Úgy is van. Jó, közben megérkezett Macsi is. Ó, bakker. Hát ebből még bármi lehet, gyerekek. Megint így izgalmasra kezd válni itt a végére. Mondom én. És ott a vége, és meg lesz az első hely. Yes, és ezzel Macsikát be fogom érni. Köszönöm Dennis MC, vagy MC, vagy MC a követést. Barikám, nem tudom, miket írogatsz, de szerintem többet tényleg ne így jár. Neked ez úgy látszik árt. Jaj. Kit nézzünk le, Maxot? Semmi értelme. Mi eljére menni, csak egy nagy hosszabbítás. Hova? Előre? Igen, én ezt nem tudtam egyébként, ösztönösen mentem balra. Így nem volt nehéz. Teofmark kilökött. Hát figyelj. Ez nem számít, figyelj. Engem is kilökött a elején Misi, de hát nem annyira számított. Az igen, 35k gyerekek, ezért a versenyért. Valami citromos lötyöt? Hát barikám, citromos vodka volt? Vagy mi? Kacsa Pictures, hello! És gyerekek? Igen? A klikkel. Egyedül én jöttem klikkel? Komolyan? Nem mondod. És ott van, 5 ponttal vezetek Macsika előtt, gyerekek. Hi-hi. Ez az. Jó, és akkor még egy pálya van, tehát igazából az utolsó verseny jön. Motorcycles. Hát itt csak motorbiciklibe van, meg kerékpár. Úgyhogy motorcyclism marad, point-to-point non-contact, lesz point-to-point, tehát nem non-contact,
hanem point to point alapból. Jó, és akkor, hát most nem tudok invelni, mindenki benn van, akkor kezdjük. Azt melyikkel menjek? Ajjaj. Hát. Jó, megyünk ezzel. És kész. Fogadok is magamra. Na. Hát akkor hajrá, srácok. Ezután lesz-e még verseny? Mennyi a time? 7:30. Hát meglátjuk még, hogy ezután mi lesz. Majd meglátjuk még. Na. Valaki ízébe jött, az nem jó. A quad az nem jó. Ott valaki már elesett a motorra, mi az Isten történik? Ez az. Ajjaj, nem kéne fölborulni. Ez is egy baromi jó pálya. Én ugye ezen szoktunk menni, ez Zsömi is szereti ezt a pályát. De én ezt nem tudtam, hogy ez ugyanaz a, tehát nem tudtam, hogy ugyanaz a készítője, mint az előző pályának. Most picit meglepett, és... Ajjajjajjajjaj. Nem baj. No problémo. Mondjuk ez egy rövid verseny. Nem már. A fenébe. Bakker. Úgy is van. Köszönöm a követést Csongi Plays-nek, illetve Rick Bencének, ha jól olvasom. És most jön a legjobb... Nem. Bakker! Elkúrtam. Elkúrtam, nagyon elkúrtam. Elnéztem a kanyart. Most jön a vizes rész. Igen. Na most ezt, az előbb is ezt akartam mondani. Csak kicsikét eltévesztettem a helyet. Ez az, gyerekek, ez baromi jó ez a rész. Ez az. Misi! Már megint miért löksz le? Édes Istenem, hogy veled nem lehet játszani, ember! Hát komolyan nem is értem. Hát, ez a gyerek, bazd meg. Komolyan hihetetlen. És emiatt vagyok szaros helyen. Nem is tudom, hogy hanyadik vagyok hirtelen most. Nem is tudom, hanyadik lettem végül? Na. Tölts már be. Tessék. És emiatt lettem negyedik. Ezt nem hiszem el. Öregem. Ezt nem hiszem el. De hiába írod, Misi. Ez nem az én hibám volt. Szorítottál lefele az útról. Jobbra. Na, és akkor itt az összesítés mindjárt. Nyilván Macsika megnyertem most ugye emiatt, ez nem is kérdéses. Igen, Kati anyu jól írja. Ha egy live chat-en már vicceket kell mesélni, akkor nem jó a stream.
ami jelen esetben nem igaz, ergo nem kettő vicc. Hát igen, gyerekek, nem is értem a viccmesélésnek mi értelme, főleg amikor valaki jelölteti. Csak mondja, 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 de úgy senki nem kíváncsi rá. Úgyhogy, ja. És akkor Macsikai megnyerte 2 ponttal a Misi miatt. Természetesen, hát ki más miatt. Nem, hogy Macsika, a te eredményedből ez nem volt le, úgy szép volt. Gratulálok. Na gyerekek, van még 1,5 óra kb. A streamből. Menjünk még szerintem, mi az? Nem, ilyen dárcosat. Az még, hogy pont ki fogja tölteni az időt. De most előtte akkor, várjatok, akkor most én átváltok. Átváltok oda, meg oda. Igen, és akkor gyerekek, innentől kezdve mehet a felkiáltójel tombola. Mert innentől kezdve akkor jönnek a sorsolások, illetve a sorsolás. Steam kulcsért, úgyhogy felkiáltójel tombola, ezt írjátok be, aki szeretne részt venni rajtam. Úgy is van. Ne felejtsétek el, hogy aki föl van iratkozva, nem csak követ, az 3-szoros eséllyel indul. Ja nem, Rick Bence, ó! Te 9 viewerrel hostoltál, akkor te nem is követtél a jelen esetben, ez host volt. Köszönöm szépen a hostot. Igen, hogy nagy verseny közepette, csak a nevet néztem, aztán, hogy mi van mögötte, azt már nem. Na, eddig vagyunk 29-en, akinek Steam kulcs köllene. Igen. Diktátor, te az a diktátor vagy, aki a YouTube-on is támogat engem? Aki csatlakozott? Erre kíváncsi vagyok, bár szerintem igen egyébként. Jó, Olaszok, meg fogom nézni a videót, köszönjük, hogy itt voltál és játszottunk. Jó éjszakát neked! No, akkor gyerekek, ennyi. Ez még úgy is tölt. Te vagy az. Akkor köszönöm szépen az ottani támogatásodat is. Na jó van, gyerekek, akkor szerintem megy a sorsolás, és a nyertes nem más, mint Ákos 2004. Ákos 2004, akkor most a te dolgod annyi, hogy másodperc, írd nekem egy számot 0-tól 173-ig. 0-tól 173-ig írj egy számot, és akkor az a színkulcsa fogod megkapni, ami amellett van, közben betöltött a játék, ez király. Jó, addig én csinálom a versenyt, vagy hát a játékot. Na, szóval akkor... 5-öst mondod? Oké, okay, azonnal nézem az 5-öst. Azonnal nézem az 5-öst. Gyerünk már! Istenem! Na ez az. Overtime Rumble, és menjünk az 1-esen? Melyik az 1-es? Menjünk az 1-esen. Jó lesz az. Szóval 5-ös mondtad, már is mondom, az 5-ös kérlek szépen a Jazzem 2. Jazz Another Shooter with Electronic Music. Ezt a SIM kulcsot nyerted meg, úgyhogy küldöm neked itt Twitch-en privát üzenetben. Szia Nikó! Ó, egyen meg, itt a kis Nikó. Rosszat nyomtam, bakker! Jó, rosszat nyomtam gyerekek, na mindegy, szóval Ákos, küldöm neked a kulcsot. Remélem, hogy működik, és Steam-en aktivált be. Úgyhogy ezt ki is törlöm, ezt a kulcsot, ez itt már nem kell. Delete. Jó, és akkor most persze betett engem ide, onnan ki fogok lépni. Mert nem Escape-et nyomtam, hanem Enter-t, én marharépa. Itt van Hunor is. Hello, Hunor! Na, akkor most megint várunk, amíg megint betölt. Már így elcsesztem. Szívesen Ákos, jó játékot kívánok hozzá! Na akkor várunk, amíg töltöget.
Online, job, play, job, rockstar, adversary, és akkor overtime, és akkor erről jövök, hát hogy gyorsabb. Mindenbet ilyenkor nyomni egy O betűt, hogy az O betűsükhöz ugorjam. Ezt igazán megcsinálhatná a rockstar egyébként. Ó, itt van Imruság. Szia Imrus. Van egy kis gáz az egyik pályáddal. Nem a Heaven-össel, vagy a Hell-essel, ne Heaven-össel, hanem a izével, ha meg túlmegyek, hanem a másik pályáddal, ugyanis csak 8 férőhelyes, emiatt nem tudtam betenni a listába, mert az összes más többit is annyi férőhelyesé tette, csak 8 férőhelyes volt. Azt mondja, alakítsd át. Ha tudod. Ja, meg a Heaven-ös, vagy milyen helles pályádat is el kéne alakítani, mert meg csak 16 férőhelyes. Aaron the Mountain, nem tudom mi a neve, nem tudom. Hát a másik, amit csináltál. Úgyhogy ja, na gyerekek, ide viszont csak 8 férőhely van, az ami 10. Igen, úgyhogy ennyi. Ja, várjá, nem, team balancing on, és akkor most. Először friendeket hívok. Fogadjatok el, léci. Matchmaking az meg close. Szia Bari, köszi, hogy itt voltál. Ennyi a friend. Ki van még fönn a friendből? Ja, csak macsika. Ó, hát akkor crew members. Na, aki befér, befér, aki nem, az nem. A kis unikorn is úgy is van. Gyomorod. Köszönöm a követést Gary... micsoda? Gary 12-nek. Jó van, Bari. Rendben van. Na gyerekek, négyen leszünk? Most komolyan? Ilyen kevesen leszünk? Nem már. Hát hétvége van. Nem játszotok, vagy mi? Ki van fönn a crewból egyáltalán? Nem ment nektek inv? Jó, akkor egyesével invelek mindenkit. Hát, ha akkor így megkapjátok. Itt most Milán YouTube Hund, te is tudsz játszani. Mert egy területen belül vagyunk, szóval nem fogsz laggolni, ha minden igaz. Jó, Skykiller joined. Jó, meg vagytok hívva, akiket látok. Mateusz még egyszer. Jó, Dominik jön. Küldjek még egyszer? Küldök. Küldenék, de nem vagy itt. Nem vagy itt. Próbálj meg rám csatlakozni, ha tudsz, hogy valami. Nem tudok valamit csinálni. Diktátor jön. Csubi bro is itt van. Na, akkor viszont tele vagyunk, skac. Nem, ez csak 7, 8. Ja, de persze tele vagyunk, csak a többiek nem léptek be. Akkor ennyien megyünk, gyerekek. Igenis, Nico jól írja. Akinek nem az elsődleges a Chap Fan Crew, azt tegye elsődlegessé. Mert lehet, hogy amiatt nem kaptok invet. Nem tudom egyébként. Hát lemax nem tudom. Jó, mindegy, ennyien vagyunk, úgyhogy akkor play. Play the game. Football. The play of the game. Football. Ole, 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 ole. We are the champ. We are the champions. Na, Orange Team. Skykiller, Hun Benjamin. Ott van valaki a háttérben, akit nem látok, meg macsika. Thumbs up, facepalm. Jazz hands. Ez marad. És akkor Edi. Ja, Hun DV. Vagy Hun, nem, Hun VD 2003. Na gyerekek. Overtime Rumble. Darts.
Na. Mindenki utolsó pillanatra hagyja? Na most. Egy ugrás a sugár. Na, az hogy szép. De jó, már ketten fölrobbantatok, de ez hogy? Gyerekek, ezt hogy hozzátok össze? Ajjaj, ez csak a négyes. Nem, rosszul mértem föl a helyzetet. Az a hármas. Ne tolj le, ne tolj le! Még mindig négyes. Hát gyerekek, ez így 16-3? Oké, egy ember becsületpontot szerzett nektek. Na? Nem fog a fék. Ha kézifékezni akarsz, akkor az nem működik itt, ha jól tudom. De nem, amúgy sem működik a fék, vagy igen? Most nem tudom. Balukám, ezek után már nem lesz semmi, ezt lejátszok, és szerintem ennyi már a livestream. Úgyhogy most akkor erről lemaradtál, ezek szerint. És most. Én Solimóban nem kaptam. Hát gyerekek, nem tudok vele mit csinálni, mondom. Ez nem én tőlem függ. Akiket online érzékel a játék, az tud jönni, akit nem, az nem. Hát most valaki legurult közülünk. Hundévé. Aj, megint túlgurultam! Bakker, de ő is legurult a ötösről. Ilyen, így meg aztán pláne. Viszont megszerezték az 5 pontot. Még mindig. Nem baj, ott van még egy 5 pontos macsika. Jó van, gyerekek. Akkor 16-3 megint. Nem. Megurultam. 14-8 lett. Hú. Na, akkor várunk. Szabasz, Kevin. Na, go. Ott valaki le fog maradni. Macsika. Hát, szerintem az már nem lesz meg. Vagyis nem tudom. Lehet, hogy belefér. Á, belefér. Igen. Na, most valahogy el kéne csípni az ötöst végre. Á, nem jó, vagy igen? Nem, mert négyes, nem baj, az is jó. A semminél jó. Gratulálok, hogy ilyen névvel követsz engem. Ilyen névvel kérlek, ne kövess. Ha egy mód van rá. Mert nem szeretnék ilyen neveket. Köszönöm. Na. Na, go. Szia, Imrus, köszönjük, hogy benéztél. Ja. Oké. Ez még jó lesz. Á, nem. Nagyon belassultam. 3 pont legalább megvan. Az meg ott 5 pont. Viszont 44-26-ra vezetünk összesen, szóval... Na? Nem tudta eltolni, de rossz. És akkor ennyi. Most akkor mi van? Az ott szép volt. 1 pont. 1 pont? 1 pont szerintem. 12-8-ra. Most megvertek a lilák, nem baj. Összesítve még mindig 12 pont előnyünk van. És go! És... Pocs!
Ajjaj, nem kéne összeütközni. Jó, Skykiller died. Na, egy kicsit előrébb. 4 pont van. 4 pont már van, 2x4. Az ott szép volt, az ott le is esik. Dominik Puk. Oké, okay, hát eddig 8 pont. Á, most nagyon bének voltunk, de vannak... De... Ó, ez az! Nagyon jó! Lelőtte a 3-asról is, meg szerzett 4-et. Jó, macsik, az jó volt. Vagy 3-asról 3-asra, bocsánat. Ott pedig 2 pont. Oké, okay. Oké, okay, ezt vittük ezt a kört. És winner! Winner, winner, chicken dinner! Oké, okay. Hát a... Nyertünk egy kört, mármint egy meccset, de ugye 2 nyerésig megy. Szóval most megint nyerünk, megint a narancsarák nyernek, akkor ugye megnyertük az egészet, ha nem, akkor lesz még tovább is. Szóval ha azt akarjátok, hogy jó hosszú legyen ez a live, akkor még, akkor most a lilátnak kell nyerni. Na. Köszönöm a követést, Csaba 2374. Na. Az igen. A szép volt Skykiller. Na go. Nem tudtam ugratni. Később nyomtam meg. Nem baj. Szevasz Facebook. Hello. Négyes, csak az nem lesz jó, mert le fognak tolni, mondtam. 2 pont. Az ott 3. Az ott 1, éppen csak. Lemax, éppen csak. Jó, hát igen. Az ott megállt a 4-esen, de jó. Akkor viszont a liláké. De közülünk valaki még van, de hol van? Hol van a... Merre van a narancsárgánk, gyerekek? Ott jön, te jó Isten, ki vagy? Hundévé, hova megy? De haladjunk, please! Ennyit azért nem kell várni, viszont ha már így alakult, akkor menj be az ötösbe, ezt lök ki a többieket, a lilákat. Azaz, jó lesz, jó le... Nem jó, nem jó, beakadt a kocsid. Ah, na mindegy. Nem baj, 3 pont a hátrányunk csak, az nem sok. Szeretem a Ruinert. Szeretem, persze, hogyne. Macsi, hagyjál békén. Jó, megyek inkább, mert csak bökötsz. Azaz. Igen. Jó, Dominik, az szép volt. Hát igen, fék az nincs. Akkor jól mondtam én. Az ott jól lecsúszott. Köszi! Figyelj, már rálök a 4-esre, egyen meg. 5 meg lelök a 2-esre, de jó, Benjamin hozott megint 4 pontot. Jó, eddig... Aj, nem jó, nem jó! Bakker! Még valaki jött elkóbászolt. Ja, az nem is Hundévé volt, aki... Vagy ő volt? Akkor, aki jött? Na mindegy. Mármint az előző körben. Csabi, a Blade-et nem veszed meg még akkor is, ha már van Ruiner? Hát Hunor, nem tudom, nekem volt már egy Blade-em. Szerettem is egyébként azt a kocsit. Ugye arról volt egy tuning videóm is. Nem tudom, mert igazából annál sokkal jobb... Sokkal jobbak vannak. Szerintem a Ruinernél egyébként még a klik is jobb, mint izomautó. És klikkem is van. Tehát igazából fölösleges lenne most Blade-et is vennem.
Bármennyire is szerettem, mert ugye az akkor jó volt, most már nem annyira. Igen, igen, és... Á, nem jó, négyes? Nem, nem, ez a hármas csak. Jó, hát legalább a hármas megmaradt. 5, 4, ott 9 pont, itt 6. De még szállnak. Na, négyes, köszönöm szépen, Benjamin. Ezt jól csináltad. Adott szép volt, csúvi, egy pont. Többi? Hol van, merre van? Nem látok senki, gyereke. Ott jön, ott jön, ott jön kettő is. Két narancsárga még hátra van. Na. Na, macsika, 5 pont. Nagyon szép. Az nagyon szép volt. És még le is lötted a másikat. Lesz-e még tuning videó? Hogyne? Az mindig lesz, kacak. De csak akkor, hogyha lesz egy olyan kocsi, ami valóban szeretnék is a magaménvá tudni. Az ott jó volt. Az ki volt? Gyerekek, picit elmérted. Ja, a repülőrépák. Szóval lesz majd, de mondom csak akkor, hogyha... Hogyha tényleg olyan autót akarok tuningolni, ami kell is. Tehát most csak azért nem veszek, hogy legyen belőle tuning videó. És 12, és go! Ugrassunk le, de gyorsan. Ah, nem tudtam ugratni, mindegy. De legalább be tudtam ugratni, ha nem is elvel. Szevasz, Déver! Hellóka! Hát leesik valaki. Nem, hátul gurultam megint. És még onnan is lelöknek a hármas. Nem, ez még négyes? Ez még négyes! Ja igen, tudom, hogy miért négyes. És most jöttem rá, ez olyan, mint a sumónál. Hogyha a karakter beleír az adott területre, akkor az annyinak számít. Ugye a sumónál is van, hogyha az autót kilóg, de a karakter benne van a körben, a buborékban, akkor nem fogsz felrobbanni. Szóval akkor itt is így működik, mert így csak, tényleg csak én érek bele a négyessel. De mindjárt én se. Na, az ott szép volt, Lemax. És még ott jön egy autó, igen, meg még macsika. Az ott négy pont neki? Négy. Gyerekek. Ez most egál. Ja nem, nem, dehogy is egál, hülye vagyok. Egy pont hátrány. De még valaki ott hátra van. Szevasz, Soma. Na. Ott van, 17-13, király. És akkor 10 pont előnyünk van. Macsika, ez miért kell mindig? De már. Komolyan. Okosan azzal a buta arccal. Na go. És go. Jó. Ismerem a Grottit, Endre. Ismerem. Nekem annyira nem jön be az a kocsi egyébként. Ne már! És lelök! Basszus, a kettesről pedig meg lehetett volna akár még az ötös is. Alatt szép volt. Az igen! Az hogy megérkezett, hallod? Berepülő pilóta. Az meg a szellőzheti a motorháztetőt. Hajjajjajjajjaj. Jó, nagyon jó. Skykiller, nem tudom, hogy hoztad össze. És még egy lila hiányzik. Nem. Vagy az a mi az Isten esetot le? Láttátok? Hol a... Itt a lila. És a négyes viszont őt meg lelöki az egyesre. Lol. De azért itt a winner, gyerekek. Winner, winner, chicken dinner. 26.400 dolcsi. 15 jöp. És mindjárt 380 szintű leszek. Az igen. Melyikkel nyitjuk ki az ejtőernyőt? A space-szel. Elvel ugrasz, space-szel ejtőernyő. Ez minden versenynél így van. Na jó van, gyerekek. Akkor még egy Steam kulcs sorsolás következik.
De még ne írjátok be, mert még nem reszeteltem az előzőt. Ja, úgyhogy mindjárt egy pillanat. Jó, és mostantól lehet írni a felkiáltójel tombolát, tehát még így a live végén gyors sorsolok egyet. Viszont én most kilépek akkor free módba. Jó, na. Na nézzük, hányan vagyunk. 19. Detonátorinó nem lesz. Most már ennyi volt. Lassan 8 óra van. Úgyhogy akkor gyerekek, szerintem most megy a sorsolás. Nem, várok addig, amíg be nem tölt a free mode-ba, jó? Addig lehet írni a tombolát, felkérhető a tombolát. Már ha betölt, ha meg nem, akkor nyilván nem fogok addig várni. De picit várunk, és aztán megy a sorsolás. De betölt. Jó, akkor gyerekek. 27 részvevője van. És akkor... DJ Dominik 16. Na, kedves Dominik, írj nekem egy számot 1-től 172-ig. És tiéd az a Steam kulcs. A 79, azt kérlek szépen. Húha! Don't pick on the fat kid. Don't pick on the fat kid. Küldöm neked privátba. Nem, ez nem valami üzenet, vagy üzenet, játék, de elég érdekesen hangzik, mit nem mondjak. Jót küldök, várjál, nézem. Ja, jót küldök. Pahancsolj. Elküldtem, de múlkor is nyertél, ahogy látom. Steamen tudod aktiválni, ugye szokásos módon, a termék aktivációnál is kész. Amúgy Csabi, te ismertél egy olyan versenyt, ahol konkrétan egy mini kis játékautóval versenyzel? Ismertél? Ismerek is, nem csak ismertem. Ismerek is. Na jó, akkor ezt kiúzom, szóval don't pick on the fat kid. ez nagyon érdekes. Ez. Na mindegy. Jó, oké gyerekek, akkor ez ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a live, és jól éreztétek magatokat. Ez a live a holnapi nap folyamán fel fog kerülni a YouTube-ra valamikor délután. Úgyhogy aki lemaradt esetleg róla és szeretné visszanézni, az megteheti, illetve az is visszanézheti, aki látta, de még egyszer szeretné látni. Illetve minden egyes linket YouTube csatornáimnak, Instagram, Twitter, mindenfélének a linkjét megtaláljátok ott a live alatt. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép estét mindenkinek, sziasztok!